Szép napot kívánok! Az elmúlt időszakban többen kértétek, hogy beszéljünk néhány gondolatot a lőszerekről, segítsünk a lőszer kiválasztásban, adjunk tanácsot nektek a kiválasztási szempontokban, esetleg ajánljunk konkrétan valamilyen lőszert. Ha megnézitek az asztalon, 17 féle lőszer van, csak 30-06-os kaliberből, 10 gyártótól. Hogyha arra gondolunk, hogy ebből kell ajánlani valamit, akkor elhihetitek, hogy ez egy igazán nagy kihívás. Kecskés Róbert vagyok a Cignerjak Kft-től, és a mai videóban abban szeretnék nektek segíteni, hogy hogyan tudjátok eldönteni, milyen szempontok alapján tudjátok eldönteni, hogy melyik a legmegfelelőbb lőszer számotokra. Hangsúlyozom, hogy nem lőszert vagy lőszertípust, magtípust szeretnék ajánlani, csak a kiválasztás szempontjait szeretném felvillantani, hogy így legyek segítségetekre ebben a témában. Milyen szempontok szerint csoportosíthatjuk a lőszereket? Az első, ami meg szokott jelenni itt nálunk a boltban, ez az ár. Ha megnézitek, csak 30-06-os kaliberből 8000 forinttól 35000 forintig elég sokféle lőszert láthattok az asztalon. Elmondható ezekről, hogy, és ez egyébként több csoportosítási szempont végeredménye is, hogy ez a közép kategória, ez a 10 és 15 ezer forint közötti kategória a legnépszerűbb. Általában erről mondható el, hogy minőségileg már abszolút megbízható, és minden vadász körülmény között jól használható lőszerekről beszélünk. Második csoportosítási szempont a márka és a minőség. Általában azt mondhatjuk, hogy ami márkás, az mondjuk minőségi, ez van a köztudatban, egyébként ez lőszereknél nagyjából így is van. És itt visszatérnék megint arra, hogy a középkategóriában már megtaláljuk azokat a márkás lőszereket, azokat a lőszertípusokat, amikről már az átlag vadásznak is van valamiféle információja, illetve általában véve vannak pozitív tapasztalatok az adott lőszerrel. Mit jelent a minőség ebben a kategóriában? Minőségnek nevezhetjük például azt, hogy ha nem egy gyártási szériából választunk, vagy vásárolunk lőszert, hanem mondjuk veszünk egy doboz lőszert, majd egy év múlva veszünk még egy doboz lőszert, akkor mondjuk nem kell átlőnünk feltétlenül a fegyverünket. Nyilván egy ellenőrző lövést mindenképpen érdemes tenni, de elmondható, hogy a magasabb árkategóriába eső és ezáltal minőségibbnek nevezett lőszereknél sokkal kisebb az előfordulása annak, hogy mondjuk belövésnél, vagy egy újralövésnél, vagy egy új doboz megnyitásánál teljesen máshova megy majd a lövedékünk. Milyen következő csoportosítási szempontunk van? Mondjuk például ez lehet a lövedék szerkezet. Az olcsóbb kategóriában beszélhetünk egyszerű olyan softpoint magokról, amelyek kémiailag nem kötöttek, tehát a külső lövedékköpeny és a belső óló magrész között nincsen kémiailag kötés, csak és kizárólag fizikailag, tehát bele van sajtolva az ólom a részköpenybe. A következő kategória, ahol már ez a kémiai kötés ki van alakítva, ezek mondjuk már nehezebben szakadnak szét, jobban egyben maradnak a vadtestben. Nagyobb átütő erőt képviselnek. Aztán ott vannak a vastagabb részfallal rendelkező, kevesebb olmot tartalmazó magok. Ezek még nehezebben szakadnak szét, vagy másképpen szakadnak szét, még nagyobb átütő erőt képviselnek. Következő kategória teljesen rézmagok, ezek a monolit magok, amelyek nem is igazából gombásodnak, vagy egy részük nem is csak gombásodik, hanem széttöredezik adott esetben. Tehát egy másfajta működést feltételeznek. Ezek már a drágább kategóriába tartozó magok. Én azt gondolom, hogy arról a közép kategóriáról, amiről korábban beszéltem, ez 10-15 ezer forintos kategóriában, ami megbízhatónak nevezhető, az a kémiailag kötött softpoint magok kategóriája. Ezek eléggé megbízhatóak, elég jó átütőerőt és elég jó véradó képességet adnak.
Következő csoportosítási szempontunk, ami a többivel természetesen összefügg, hogy mire is akarom használni, vagy hol és hogyan akarom használni a fegyvert, vagy a fegyverlőszer kombinációt. Fedett területen akarom használni kisebb távolságra, szórótávolságra, vagy adott esetben hosszút akarok vele lőni. Tehát nyilván, hogyha egy 200-300 méterest szeretnék lőni, mondjuk egy 30-06-os vagy 308-as kaliberrel, akkor nem választhatok hozzá egy 11-7-es, 12 grammos lövedéket, hanem egy jóval könnyebb lövedéket fogok választani hozzá. Igaz ez fordítva is, tehát amikor mondjuk fedettebb a terület, akkor inkább egy nehezebb magot érdemes hozzáválasztani. Ez természetesen, tehát hogy variálunk a lövedéktömeggel, és nem mondjuk a teljesen átlagos 11,7 g körüli lövedéktömeget választjuk, ez egyből csökkenti a választási lehetőségeinket is. Tehát 9 g-os 30-06-os lőszerből mondjuk jóval lényegesen kevesebb típus van, mint mondjuk a 11-7-esből. Következő szempontunk, ami talán az egyik, mondhatni legfontosabb, mit visz jól a puska? Tehát ha választunk egy magasabb minőségű lőszert, de a puskánk nem szereti, akkor igazából nem értünk vele semmit sem. Ezt csak úgy tudjuk kipróbálni, hogy egyszerűen megvásároljuk a lőszert, kimegyünk a lőtérre, és elkezdünk vele lőni. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a szórása túl nagy, nem tudunk más tenni, az az adott lőszertípus nem lesz alkalmas, azt nem szereti a fegyverünk. Mást kell választani. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, és itt nyilván nem 50-100 méteren lesz a probléma, hanem hogy adott esetben, ha egy hosszabbat kell lőnünk, akkor ez már egy elég nagy hibázást feltételezhet. Azt szeretném kérni tőletek, hogyha van még további kérdésetek a témában, vagy szeretnétek, hogy más szempontokról is beszéljünk, ami a lőszerválasztást, a lövedéktípusokat érinti, akkor tegyetek fel ezeket a kérdéseiteket a videó alján található szövegdobozban, vagy írjátok meg e-mailben. Ha hasznos volt ez a videó, akkor kérlek küldjetek tovább barátaitoknak, hát ha tudnak belőle tanulni. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és remélem találkozunk legközelebb.